Hivatásos politikusok is megrigyelhetnék Ferenc Pápa tisztánlátását a munkanélküliség kérdésében. A foglalkoztatás problémájával kapcsolatos javaslatait az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi szervezetének főigazgatójának küldött levelében foglalta össze a szentatya. Itt az ideje, hogy megerősítsük az együttműködés formáit, és új utakat hozzunk létre a szolidaritás kiszélesítésére. Az ehhez szükséges feltételeket is megfogalmazta, köztük, hogy ragaszkodni kell minden személy méltóságához, és célzottan kell tervezni a fejlődést. Újra kell értékelni a nemzetközi vállalatok felelősségét az országokban, ahol működnek, beleértve a profit és a befektetés kezelést. Összpontosított erőfeszítést kell tenni, hogy a kormányok segítség elő a bevándorlók szabad mozgását mindenki javára, tehát fel kell számolni az emberkereskedelmet és a veszélyes utazási feltételeket, írta levelében Ferenc pápa.